napot vagy szép estét kívánok a televízió nézőinek. Köszöntöm főszerkesztő urat, a Szarvas és Vidéke részéről. Pontosan egy héttel ezelőtt lezajlott képviselőtestület ülés zárt ülésén hozott határozatokat szeretnék némely magyarázattal ismertetni. A szokástól eltérően ezúttal most nem volt olyan nagyon sok napirend zárt ülésen, így összesen 4 döntést hoztunk. Az első a Bolzapár sétány 2 számlati társasház alapítókiratának módosítása. A társasház közössége úgy döntött, hogy elővásárlási jog biztosítását köti ki a tulajdonostársak részére a társasházi okiratban. Ezt a társasház által felkért ügyvéd el is készítette, képviselőtestületünk is megismerte, elfogadta, egyébként pedig már a földhivatalba benyújtása is került. Ez a társasház alapítókirat módosítás. Azt kell ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy általában a társasházokban nem, tehát maga a társasházi törvény az elővásárlási jogot nem biztosítja a tulajdonosok számára, de a társasházi alapítókiratban rendelkezhetnek a tulajdonostársak. Így elkerülhető az, hogy az ingatlanok úgy cseréljenek gazdát, hogy ez ne találkozzon a teljes lakóközösség érdekeivel. Ezt segítettük elő ezzel. Egyébként ebben az ingatlanban, a Bolzasétány 2 szám alatt ingatlanban önkormányzatunknak is van már egy lakása, ezért is voltunk benne érintettek. A második napirend az Arboretum utca 1 szám alatti ingatlan felajánlása volt megvételre. Képviselőtestületünk már egy korábbi ülésén úgy döntött, hogy szakértői vélemény elkészítését, ingatlanforgalmi szakértői vélemény elkészítését rendeli meg erre az ingatlanra, amit a tulajdonos a megvételre felajánlott. Ez a szakértői vélemény elkészült, ennek birtokában folytatni fogjuk a tárgyalásokat alpolgármester úrral, Tóth Sándor vagyongazda kollégámmal, és törekszünk megegyezni az ingatlan tulajdonosával a vételár tekintetében. Azért nem mondom el csak, hogy mi a vételár, illetve pontosabban mi a szakértő által megállapított érték, mert a tárgyalások előtt vagyunk. Természetesen, amint azok lezárulnak, sikeresen lezárulnak, tájékoztatni fogom a város közönségét arról, hogy mennyiért vásároltuk meg ezt az ingatlan. Ismétlem, hogyha sikerül az alkot megkötnünk. A harmadik napirendben az Alföldvíz ZRT részére adtunk tulajdonosi hozzájárulást. A víztornyot érintően 2029. december 31-ig. Itt az a helyzet, hogy a víztorony, ami tulajdonunkban áll, az Alföldvíz ZRT kezeli, és ebbe a kezelőjogba beletartozik az is, hogy bérbeadja annak bizonyos felületét. Így többek között a Setting Hungary ZRT-vel egy antenna elhelyezésére is bérleti szerződést kötnek, 2.030.445 forint plusz áfa per év bérleti díj alkalmazása mellett. Ez az önkormányzatot illeti meg egyébként ez a bérleti díj. A negyedik a Szarvas Vasút utca 4 szám alatt ingatlan adásvételének ügye volt. Korábban már beszámoltam erről a döntésről, akkor arra kaptunk felhatalmazást a képviselőtestülettől, hogy szerezzünk be ingatlan szakértői véleményt. Ez megtörtént. A tulajdonosok képviselőjével a tárgyalást le is folytattuk. Ott megtettük azt a vételi ajánlatot, amit a szakértői vélemény tartalmazott. Erre az a válasz érkezett, hogy nem, ők ezt így nem tudják elfogadni. Ők ragaszkodnának az eredeti vételárhoz. Jelenleg abban a stádiumban vagyunk, hogy közöltük a képviselőtestület új ajánlatát. Itt is azért muszáj választanom a hallgatást, bár szívesen eltájékoztatnám önöket, mert még benne vagyunk az alkuban, mihelyt ez is lezárul, természetesen a végeredményről tájékoztatni fogom önöket.
kicsit rövidebb volt most az átfelés, ennyiben sikerült azt összefoglalnom. Van-e kérdésük? Nincs. Nagyon szépen köszönöm a médiáknak a közreműködést.